Sziasztok! Az előző részben bebizonyosodott, hogy a csirkemen az jótékony hatással van Conorra, meg ez a kis árnyék. Úgyhogy most menetelni fogunk, és a láb közötti menetet fogom bele gyakorolni, mert az már elég régen volt. Gyere Koni közé! Megvezetem a kutyát a jól ismert módon, beül oda, és most már ugye használom a klikkert is. Lejutalmazom érte. Szuper! Koni, gyere közé! Gyere közé! Azaz! Szuper! Amikor klikkelek, akkor utána mindig van kaja. Szépen fordulunk, ugye már eltartom a kezemet, hogyha itt föntartom a kezemet, a kutya már akkor is jön közé, szuper ügyes vagy. És ugye mi tudunk tolatni is, ha tolatok, akkor pedig megy hátra, és minden klik után kapja a kaját. Gyerünk Koni, hé, gyere, közé, ahol előre, azaz figyelj rám, közé, szuper, nem esett le semmi, közé. Gyerünk, Koni! Figyelj! Közé! Ahol leragadt a feneked, gyere! Közé! Figyelj! Gyere be! Az, akkor megyünk egy kicsit előre! Szuper! Azaz! Jó, hozok még egy kicsi kaját, megyünk egy picit hátra is, mert ez most nem volt jó, hogy 3-4 után is leült. Elfelejtette felemelni a fenekét, azt nem akarom, hogy benne maradjon. Elfáradsz nekem, azt mi lesz meg? Na gyere babám, gyere közé! Húj, de ügyes vagy! Szuper! Megyünk kicsit előre, közé! Azzal megindul! Szuper, közé! És megyünk hátra! Szuper, közé! Ez az, közé! Nagyon jó! Ugye egy vezényszó van, a közé! Kutyának egy dolgot kell ezzel kapcsolatban tudnia, hogy ezt a pozíciót neki tartania kell, amíg én más nem mondok. Ha előre megyek, ha jobbra megyek, ha balra megyek, mindig közötte kell maradnia, és erre csak egy vezényszó kell. Jó gyakorlást, sziasztok!